Látjátok-e mögöttem ezt az ábrát? Két ember beszélget, az egyiknek kicsi az agya és üvöltözik, a másiknak nagy az agya, és nem üvöltözik, toleráns, befogadó, elfogadó. Ennél jobb ábrát nem találhattam volna a szélsőségek illusztrálására. Sokfajta szélsőség létezik. Politikai, nemzetiségi, etnikai, vallási és egyéb. Maradjunk a vallási szélsőségeknél. Itt bármely vallás érintett. Bizonyára találkoztatok olyanokkal, akik azt állították, hogy én bejutok a mennyországba, meg a csapatom, te nem és a legelvetemültebb, emberellenes bűntényt képes emiatt elkövetni. Képes embert ölni? Ez vallási értelemben a terrorizmus. Még ha meg sem öl, és nem is hajtja végre a tettét, a potenciális lehetőség ott van, hogy képes emiatt embert ölni tehát terrorista. Maga a terrorista szó arabul irháb, ez a szó a Koránban nem szerepel, mert a kor értelmezésében a terrorizmus, az a banditizmus útonállás volt. Ez a hurába, ami a legsúlyosabb szankciót vonta maga után. Karavánokat fosztottak ki, leölték adnak vezetőit, tagjait, kísérőit. Ez volt a hurába. A mai megfelelője a modern-kori terrorizmus, amikor körülbelül ekkora aggyal, mint a kisagyú barátunk, nyilvánítanak ki megkérdőjelezhetetlen igazságokat. Ugyan. Melyik földi igazság nem megkérdőjelezhető? Minden igazság relatív ezen a földön, csak Isten igazsága nem az. Mert ha felnagyítjuk saját igazságunkat, torzó jön létre. És képzeljétek, hogyha ez a kis agy hatalomra jut, mi lesz ebből? A proféciák ideje beteljesedik van egy profécia, amely kimondja, hogy eljön az idő, amikor az iszlám 73 szektára bomlik, ebből 72 pokorra jut egy nem. Akkor ő lenne az az egy nem. Az az egy, az ott van benned. A fitra, a belső programod, melyel születtél, melyel Allah téged ódolt, programozott, s ha nem ismered föl utadat e világon, az a belső program megmondja, ha feléleszted, ha gyakorlod, ha hívod őt, és a programot állandó működésben tartod. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته